Istenem, hogy csodálkodok az, ami nem később bármi marás vagyok. Many years ago, when he was living Hungary after one festival, and I was here visiting also. De néhány évvel ezelőtt, amikor itt volt később Bálint Maharaja Fesztivál alkalmával, akkor én is pont itt voltam. And happened I to travel with him from Maharaja down to the airport in Ankara. És abban a megtiszteltetésben részem, hogy Maharaja együtt utaztunk a reptérre a Krishna bölgyből. And the airport somehow there was so many staff to move out to help him carry his danda. És mindenbe kellett adnunk is segíteni, és pont én voltam az, aki vittem az a dandáját. Ugye ez egy olyan volt, amit a szanyászok visznek így magukkal. Symbolize that they dedicate their mind, their speech and their body to service to Krishna. Ami annak a jelképe vagy szimbóluma, hogy az elméjüket, a beszédüket és a testüket az Krishna szolgálatának szentelik. And then Maharaj told me to carry this, he said, this is not for you. És akkor Maharaj csak így mondta, hogy ezt most segíts nekem mindig, de ez nem a tiéd, vagy ez nem neked van. Yeah. And somehow, yeah, definitely it's not for me, in this body, woman's body. But every member of Hare Krishna, at this moment, has duty to somehow or other, now or later, to dedicate everything in the life for service of Krishna. Nyilván ez nem az én szerepem, mert hogy női testben vagyok, de végső soron a mozgalom Krishna tudat minden egyes tagjának a végső kötelessége az, hogy az életét akkor a Krishna tudat megszenteni. And it's not only for the devotees and the ISKCON or Hare Krishna movement, it's for every living entity. But ISKCON is the educational institution for this. És ez nem csak a Krishna tudat nemzetközi szervezetének, az ISKCON-nak, vagy a magyar a Krishna tudatú egyháznak a tagjainak a felelőssége, hanem igazából minden egyes élő lényé. And what actually we educate ourselves and others? De ugye az ISKCON az egy, vagy a Krishna tudat nemzetközi szervezet, egy oktatási intézmény, és amikor az életünket ennek az oktatásnak szenteljük. This is education for how to achieve goal of life. Ez egy olyan oktatás, ami arról szól, hogy hogyan lehet elérni az életnek a céljait. And I guess immediately the interest goes out and got life philosophical points and something very serious, it's not about me, maybe someone thinks. Lehet, valaki erre azt gondolja, hogy akkor ez nem nekem való, mert ez egy ilyen túl komoly dolog, vagy ez nem hozzám szól. Now I have to feed my family, I have to find a job, or I have to satisfy my boyfriend and girlfriend, that's the goal of life in the moment. Ugye meg kell etetnem a családomat, vagy akkor megfelelően kell teljesítenem a munkahelyemen, elégedetté kell tennem a barátomat, vagy a barátnőmet, és akkor ez csak nem nekem szól ez a dolog. But everyone feels deep in the heart what is the goal of life. De a szívem mélyén mindenki érzi, hogy mi az életnek a célja. Can be expressed in one word only. Amit egyetlen szóval ki lehet fejezni. Can someone suggest? Valakinek van esetleg egy ötlete? What is the goal of life? Hogy mi az élet célja? And it's very general, it's not only about humans. És ez nem csak az emberekre vonatkozik, hanem az egy általános. Why something exists as a life? What is the goal? Hogy miért létezik valami, vagy mi valaminek a létezésének a cél. Some suggestions? Van valakinek ötlete? Prema. What that mean, prema? Mit jelent a prema? Az Isten szeretet. Love of God. Love of God. The kids, they don't know what is love of God. They probably don't care about this. Just simple love. Simple love. Egyszerűen a szeretet. Lehet, hogy az Isten szeretet, ez túl magas dolog a számomra. What is the back of this love? A legfontosabb, saját magát megismerni. To get oneself to know himself, herself. Yeah, the humans, they have to do this, they have intelligence. Az embereknek akkor ez egy kötelességük, és akkor ezért meg kell tenni. The warmest was love. A legmelegebb, vagy a legközelebb az a szeretet volt. Boldogság. Happiness. Happiness? Happiness. Boldogság. Yes. Pleasure or happiness. Jelezett, hogy boldogság. Every living entity strives for this.
Minden élőlényhez keresünk. There is varieties of how to feel happy or how to get some pleasure, but that's the main thing. Every living entity looks for happiness. Különböző módszerei vannak annak, hogy valaki hogyan jön boldogsághoz, de még mindig ez az alapelv, hogy minden egyes élőlény ezt az örömet vagy boldogságot keresi. Or pleasure, Prabhupada once used this word pleasure. Prabhupada használta ezt a szót, hogy, hogy élvezet. We are pleasure-seeking entities. Mi élvezet kereső élőlények vagyunk. Now, during the week, especially humans, they have to work. Nos, ugye hétközben, főleg az embereknek, akkor dolgozni kell. Animals, they don't have a weekend. Elég sokan még hétvégén sem tartani. But humans, they work hardly somehow to maintain or to search for happiness. De valahogy az embernek akkor fel kell tartania magát, és akkor keresnie kell a boldogságot. And then comes the weekend. És akkor eljön a hétvége. They said, now I will enjoy this happiness. És akkor gondolják, hogy majd most élvezem ezt a boldogságot. And someone goes to the pub. Valaki elmegy a kocsmába. Someone stays home. Valaki otthon marad. Or go to the cinema. Vagy elmegy moziba. Or go on a party. Vagy elmegy bulizni. Or on the walk of the summer of the nature, the forest. Vagy kimegy valahol az erdőbe, a természetbe sétálni. Or they are engaged in some sports. Vagy valamilyen sportot űz. Everyone expects to find some happiness now these few hours. És akkor elvárja, hogy ebben néhány órában akkor kapja valamilyen boldogságot élvezetni. And all of you also, you came here in your free day to look for happiness. És ti mindannyian szintén akkor egy szabad napotokon itt vagytok és keresitek a boldogságot. This Sunday we call the Sangha, Bhakta Sangha. It's named this day Bhakta Sangha. Ezt a napot mi úgy szoktuk hívni, hogy Bhakta Sangha, vagy társulat. Do you know what that means? Tudjátok, hogy ez mit jelent? Bhakta. Bhakta azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy az Úrnak a híve. Association. A Sangha pedig azt jelenti, hogy társulás, vagy együtt lenni másokkal. Now all of you, you decide that your searching happiness will be with association, with devotees. Ti pedig úgy döntöttetek, hogy ezt a boldogságot egy olyan módon keresitek, hogy a bakták társaságát felkeresítek. It's the most intelligent choice. Ez a legintelligensebb választás. When we associate with devotees, we can find how we can associate with Krishna. Mivel amikor baktákkal társulunk, akkor megtudhatjuk azt is, hogy hogyan tudunk társulni Krishnára. Devotees means devotees of Krishna. A bakta, vagy a hívő, az azt jelenti, hogy Krishnának a követője, Krishnának a híve. And we inspire each other. How to find a way to associate with Krishna. Mi pedig próbáljuk keresni annak a módját, hogy hogyan tudunk Krishnával társulni. And now for one hour, maybe more, I came a little late. We were associating with Krishna through Hare Krishna Mahamantra. Itt most az előző egy órában, vagy igazából picit hosszabban, mert egy picit késő érkeztem, akkor Krishnával a szent nevű Mahamantra formájában társultatok. Or some maybe was associating, someone maybe was trying to associate. Tehát, hogy voltak, akik igazából megkapták ezt a társulást, vagy voltak, akik csak próbálták megszerezni ezt a társaságot. That's the wonderful thing on this bhakti yoga process, that the way and the goal are one and the same. Ez a csodálatos ebben a folyamatban, amit bhakti yogának hívnak, hogy a cél és a módszer egy is ugyanaz. Just has a different levels of perfection. Ez a tökéletesség a különböző szintjeit jelenti. And it was nice, isn't it? Nagyon csodálatos dolog volt. Singing together. Együtt énekelni. One wonderful kirtanya. Csodálatos. Kirtan hallhatom. And also the devotees that assisted him and all of us. Just sitting here, we feel happy. És voltak, akik már zenészek, akik segítettek, és akkor meg csak ültünk ki mindennyien, és akkor tapasztaltuk a boldogságot. Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada is the founder of Acharya at this moment.
He said that if we properly practice Bhakti Yoga, then the result will be very happy all the time. Srila Prabhupada mozgalomnak az alapítója azt mondta, hogy megfelelően gyakoroljuk a folyamatot, akkor mindig boldogok leszünk. And do you have this experience? Volt már egy tapasztalatok? Raise your hand, please, if you have experience that when you properly execute devotional service or practice Hare Krishna, practice Bhakti Yoga, you will have it. Amikor megfelelő módon gyakoroljátok a Krishna tudatot, vagy a Bhakti jogát, akkor lehet tapasztalni ezt a boldogságot. Kitapasztaltam már. Oké, okay, elég jó eredmény. Thank you. Köszönöm. Prabhupada, if we properly practice, that means that sometimes we maybe we don't practice properly. Prabhupada azt mondja, hogy ha megfelelően gyakoroljuk, ebben az is benne van, hogy lehet, hogy nem megfelelően gyakoroljuk. And this causes we to not be happy. És hogyha nem megfelelően gyakoroljuk, akkor az fogja eredményezni, hogy nem leszünk boldogok. Now, the key of happiness is to have a good sadhusanga. A boldogságnak a kulcsa az, hogy jó sadhusangánk legyen. Good day like today. Ugyanolyan, mint a mai napon. What that means good sadhusanga? What that mean to be good? Mit jelent a jó sadhusanga? Oh no, again, we use opinion of Srila Prabhupada. That means to hear constantly from pure devotee. Srila Prabhupada fordulunk megint a jelentés megértéséhez, és azt mondja, hogy azt jelenti a jó bhakta sangha, hogy folyamatosan megfelelő tiszta forrásból hallani. About Krishna. Krishna. And of course, we cannot hear constantly. We have so many engagements during the day, but we can remember. Persze lehet, hogy ha van valami más elfoglaltsága a nap során, akkor az ember nem tud folyamatosan így hallani, de még mindig akkor mindig lehet emlékezni. And by remembering, we also associate with the instructions, and we also associate with the pure devotee and with Krishna. És hogyha megfelelően hallunk, akkor ezekkel az utasításokkal, Krishnával és mindezzel akkor egyszerre tudunk társulni. Now, it's difficult to recognize immediately who is pure devotee, who is not. Nehéz egyből felismerni, hogy ki a tiszta bhakta, vagy ki nem az. But we for sure know that Srila Prabhupada is pure devotee. De az biztos, hogy tudjuk, hogy Srila Prabhupada tiszta bhakta volt. And he left for us a lot of books, giving us opportunity to continue to associate with him even with his absence. Adta nekünk a csodálatos könyveit, amiben lehetőséget teremt a számunkra arra, hogy akkor is társuljunk vele személyével, amikor ő már nincs a jelen. Still many serious devotees, they follow this instruction that they have to read at least 1 hour a day the books of Prabhupada. A komoly bakták követik ezt az instrukciót, hogy legalább naponta egy órát olvassák Srila Prabhupada könyvét. But this goal that constantly they to be happy and they love a life to be perfect this is not achieved. But still, if they follow this instruction, they don't feel constantly happy. De még akkor is, hogyha valaki követi ezt az utasítást, akkor is nem feltétlenül érzi magát folyamatosan boldog. And I would like to speak more about this, how we can really find happiness in properly practicing Bhakti Yoga. És most arról szeretnék beszélni, hogy ezt a boldogságot valójában hogyan tudjuk megtalálni akkor, hogyha megfelelően követjük a Bhakti Yoga folyamatot. Please don't expect that I will give a very, how to say, detailed or deep or very fast explanation. I just will speak according to my experience. Kérlek, ne várjátok tőlem, hogy valami nagyon mély, vagy valami nagyon
részletekben menő módon fogok erről beszélni, inkább csak a tapasztalataimat szeretném veletek megosztani. And because I saw that when I share this with other devotees, if they accept or understand and works, helps them too. És amikor ezt szoktam tenni, hogy megosztom így a tapasztalataimat, így más baktákkal, akkor ez általában működik, akkor szokott nekik segíteni. And I really pray that this will be valuable for all of you in some other way. És imádkozom azért, hogy ez számotokra is valamilyen módon értéket teremtsen, vagy értékesüljön. And I have also to admit that this practice that I introduce now to you, we started in the Mataji Ashram here in the temple. És amit most, amilyen módszert most be fogok nektek mutatni, ez egy olyan módszer, amit mi itt a Mataji Ashramban már elkezdtünk gyakorolni. And although everyone is so busy, we try this once a week to have this reading discussions on Bhagavad Gita together. És annak ellenére, hogy mindenki nagyon elfoglalt, akkor hetente egyszer próbálunk összehozni mindig egy találkozót, ahol olvassuk és megbeszéljük a Bhagavad Gita-t. Again, we come back a little bit to the theoretical part. Ja, akkor az elméleti részhez egy kicsit visszatérünk. When the, all the parts of devotional service, then because we are not in the pure stage, transcendental stage, they can be covered with different modes of nature. Ami odaadásunk, mi benne vagyunk még egy transzendentális, vagy tiszta szinten, akkor az odaadásunkat befedhetik a különböző kötőerők, különböző erők. And this modes of nature, they're like filters, colored filters, that cover for us the real meaning of everything that we hear or read. És ezek a kötőerők, ezek olyan filmek, vagy ilyen filterek, ilyen színes filterek, amelyek elhomályosítják, vagy módosítják a hallásunkat, vagy a látásunkat. And this can cause misunderstanding. És ez pedig félreértésekhez vezethet. And also this will be a result of not proper practicing. Ami pedig a nem megfelelő gyakorlatot fogja eredményezni. If our mind, if the mind of the person is not pure, then it is not possible to clearly understand all the instructions that are given in the Shastra. Hogyha az embernek az elmélet teljesen tiszta, akkor képtelen lesz megérteni az összes utasítást, vagy tanácsot, amit a Shastra szentírásunk. Also only to hear or only to read, it's not enough. We have to deeply understand and realize what we read and hear. Nem elég csak hallani, vagy látni, vagy olvasni, hanem nekünk azt meg kell valósítanunk, és gyakorlatba kell ültetnünk mindazt, amit hallottunk, vagy olvasunk. And we have to hear, listen and read with a lot of attention, very, very, very focused. Nagyon, nagyon nagy figyelemmel, ilyen nagyon összpontosított figyelemmel, fókuszáltan kell hallanunk. But still this is difficult because the mind is not pure, we don't purely understand. De ez még mindig nehéz, mert hogy az elme az nem tiszta, ezért nem tisztán értjük. In the same time we have to associate with the books of Srila Prabhupada, with the teachings of Bhakti Yoga, because that's the only way to get pure. Mindezek mellett akkor nekünk folyamatosan kell társulnunk Srila Prabhupada könyveivel, azáltal, hogy olvassuk őket, mert az a módszer arra, hogy meg tudjunk tisztulni. And became like a circle without end. És akkor egy ilyen vég nélküli körben találjuk magunkat. To become pure, we have to read these books. Ahhoz, hogy megtisztuljunk, akkor olvassunk el ezeket a könyveket. But because we're not pure, we maybe will not understand. De mivel nem vagyunk tiszták, ezért lehet, hogy nem jól értjük őket. Now what to do? Szóval mit lehet akkor csinálni, mit lehet ezzel kezdeni? And I'm searching for this answer. The best is to continue to listen to Srila Prabhupada. Keresem a választ, de még mindig a legjobb dolog hallgatni Srila Prabhupádot. Because we have to be sure he
Rod and said everything that we need. Mert biztosak lehetünk abban, hogy ő elmondott mindent, amire csak szükségünk lehet. We just get to really desire. Nekünk csak rendelkezni kell a vágyunk. To find an answer. Megtaláljuk a választ. In one lecture, given by Srila Prabhupada in Los Angeles, 1976. 1976-ban Los Angeles-ben Srila Prabhupada tartott egy leckét. A Srimad Bhagavatam 6. énekéről. Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada következőket mondta. Generally people cannot understand. Mondja, hogy általában az emberek képtelenek megérteni. But if one understands, he becomes liberated. De hogyha valaki mégis megérti, akkor felszabadul. If some way or other, it is not very difficult. Valamilyen módon, ez igazából nem olyan nehéz. Prabhupada often said this, always cheating us. Prabhupada akkor ezt is mondta, hogy így próbál minket így vezetni. Because we like to hear that something is not difficult, and we go, oh yes, it's not difficult, it's for me. Mert ugye mondja, hogy ez nem túl nehéz, és akkor szeretünk olyan dolgokat, amik nem túl nehezek. Okay, let's continue with the quote. Simply we have to associate with devotees and discuss these literatures. Egyszerűen csak, ugye Prabhupada, akkor folytatjuk az idézetet, akkor Prabhupada mondja, hogy egyszerűen csak társulni kell baktákkal és meg kell beszélni ezeket a szentírásokat. Then we will understand Krishna very easily. Akkor nagyon könnyen meg fogjuk érteni Krishna. Sounds simple. Egyszerűen hangzik. We have to associate with devotees. Baktákkal kell társulni. Discuss these literatures. És meg kell beszélnünk ezeket az irodalmakat. Now, I'm here speaking, you are listening. Do you think this is enough? Most, hogy én beszélek, ti meghallgatok, akkor gondoljátok, hogy ez elég. Still there is no discussion. Még mindig nincs egy ilyen párbeszéd. Okay, let's try now. Akkor most próbáljuk ki. If Prabhupada said it's easy, it's easy. If Prabhupada mondta, hogy könnyű, akkor annak kell lennie. Don't be afraid, don't be nothing strange. Just nem kell kérni semmit, hanem de semmi furcsa. Try to listen carefully. Csak próbáljátok meg nagyon figyelmesen hallani. Okay, let's find something else. Another confirmation of this statement, I find in one wonderful book of Srila Ramaswamy, Shuddha Bhakti Chintamani. Egy másik megerősítő, ehhez kapcsolódó kijelentés található Srila Ramaswamy Maharaj Shuddha Bhakti Chintamani című könyvében. There are 64 items of Sadhana Bhakti. A Sadhana Bhakti-nak 64 eleme van. And he used this interesting statement. And we can boil them to 3. És mondja, hogy ezeket össze tudjuk sűríteni három dologba. That's also very wonderful for lazy people in Kali Yuga, as much as less as possible. És ez szintén nagyon csodálatos, hogy a Kali Yugában akkor olyan könnyűvé lehet tenni, amennyire csak lehetséges. And we need to always something like to minimize something, or to concentrate to the essence. Mindig szükségünk van arra, hogy legyen csökkentve, és hogy tudjunk koncentrálni magára a lényekre. And these 3 items of sadhana bhakti or bhakti yoga or say devotional practices. First is to be absorb oneself in service. És ez a három elem, ami az odaadó szolgálatnak a lényegét képezi, akkor ez ugye a legfontosabb, és az első ezek közül az, hogy az ember elegyen megülve odaadó szolgálatnak. Second one is to reflect on the teachings of the scriptures. Második az, hogy mindig el kell gondolkozni a szentírásoknak a jelentésén. And third one is to remember Krishna directly or indirectly. A harmadik pedig az, hogy mindig emlékezni kell Krishnára, vagy közvetlenül, vagy közvetett módon. Now, my request is, someone of you, would you be kind to reflect what I quoted now from Srila Bhakti Chintamani, from Srila Ramaswamy. Valaki tudna nekem visszajelzést adni arról, vagy vissza tudnám mondani azt, hogy az imént mit idéztem a Srila Bhakti Chintamaniból Srila Ramaswamy. Reflect means you can say with your own words, but
what it, I just call it. Ez a visszajelzés az azt jelenti, hogy mondhatjátok a saját szavaitokkal, de még mindig akkor arra lennék kíváncsi, hogy mit mondom az előbb. Az első része, amit mondott, az az, hogy az odaadó szolgáknak hatva előtt The first part of what you just said is that devotional service has 64 items. And it can be boiled down into three points, three major items. Yeah, can you repeat them? Is it the time? Igen, ugye el kell megnünk az idő szolgálatban. You have to get absorbed in devotional service. A szentírásokat kell tanulmányoznunk. We have to reflect on the scriptures. És hát Krishnára kell emlékeznünk. And we have to remember Krishna, either directly or indirectly. Közvetlenül a közöttben. Thank you. Would you like someone to reflect what she said? Szeretne valaki reflektálni arra, amit ő mondott? We not only have to read the scriptures, but we also have to think about the meaning of them. Yes, that there is an addition to this. Ez egy kiegészítés elő. Yes, it's very nice. Nagyon jó. That's the main point, of course. Ez a lényeg. By this practice, we will go deeper to the meaning, not just reading. Ezáltal a gyakorlat által, akkor mélyebbre tudunk menni a jelentésében, nem csak így az olvasás szintén bekerünk meg. Thank you very much. Köszönöm szépen. But I just wanted someone to reflect what just she said. De azt szeretem volna kérni, hogy valaki reflektáljon arra, amit ő mondott az előbb. A második része az volt, hogy elmerülni a szolgáló szolgálatban, vagyis ugye az első, a második, hogy tanulmányozni a szentírásokat, és a harmadik, hogy emlékezni Krisnára. And the first was what did that say? We have to get absorbed in the original story. The second was that we have to reflect on scripture, and the third was that we always have to remember Krishna, and these are the three main items. Yes. Again. Just now, when we hear this, maybe appear some question. Amikor ezt halljuk, akkor lehet, hogy felmerül néhány kérdés. Maybe you're not convinced. Sounds nice, but maybe you don't believe in this. Lehet, hogy jól hangzik, de úgy nem vagyunk erre meggyőződve. Do you have a question? Yes, I have. Please. Van egy kérdés? Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy ugye azt mondtam, Matázsi, hogy Krisna emlékezni közvetlen és közvetlen. Mi az, hogy közvetlen és közvetlen? It was said that we have to remember Krishna either directly or indirectly. What does it mean that directly or indirectly? Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Would we kind someone of you to reflect his question? Valaki szeretne válaszolni az ő kérdésére? The point is, we have to be sure that we understand the question. Lényeg az, hogy biztosnak kell lennünk abban, hogy megfelelően értjük a kérdést. Közvetlenül gondolunk Krisnára, az azt jelenti, hogy Krisnának a kedvtöléseire, a formájára, a társulásaira, a megjelenésére gondolunk. Személy szerint. Tehát személyesen gondolunk rá. És a közvetlenül... Directly remembering Krishna, it means that we remember his form, his pastimes, his companions, and his personal activities. Yeah, thank you. But my request is, someone of you, this is the right answer. Ez egy helyes válasz volt. First,
We have to reflect the question. De először vissza kell mondanunk magát a kérdést. We have to be sure that we properly understand. Maybe we misunderstand because this moods of nature that are covering us. We have to repeat the question to the person, and he or she will be, yes, I mean exactly this. De a folyamat az úgy működik, hogy először vissza kell ismételnünk a kérdést a saját szavainkkal, hogy meggyőződjünk arról, hogy megfelelően értettük meg, mert hogy az anyagi kötőerők folyamatosan hatnak ránk, és ebből a korban folyamatosan félreértjük egymást. Ezt vissza kell kérdezni, hogy akkor biztos azt értettük-e az alatt. Hogy lehet, hogy egy másik kérdés? Az volt-e a kérdés, hogy közvetlenül társuljuk, vagy emlékezzünk Krisnára, vagy pedig Was the question that we have to either directly or indirectly remember Krishna? No, that's not it. Wait, is this the question? Ez volt a kérdés? I was afraid of this. No, we continue. We will discuss the question itself. But first we have to find that the devotees understand the question properly. Who is I? Hát jelenteti ezt a kérdést, hogy mit jelent Krisnára a közvetlenül, illetve közvetlenül, illetve azt is, ezen túl, hogy milyen különbség a kettő között. The question could have a meaning that what it means to remember Krishna directly and what it means to remember him indirectly, and it can also mean the same question that what's the difference between the two. Do you agree with this? Ez egy lehetett szépen, hogy ezt kérdeztem? Yes. This is the first step. Ez az első lépés. We have to clarify the question. Először tisztázni kell magát a kérdést. There may be varieties, we can discuss the varieties later. Now, this is the question. Hát, hogy vannak változatai, de akkor tisztáznunk kell, és akkor most tudjuk, hogy ez volt a kérdés. Now, to not attack the person who asked the question, and putting on him so many ideas. So in that time we clear a summit, aki feltette a kérdést, hogy akkor irányítunk egy csomó választ. And to show how learned, more learned we are. És hogy azt kizoktassuk, hogy mennyivel tanultabbak vagyunk nála. We will ask him first to give some idea for answer, some light on this his own question. Akkor először megkérjük őt, hogy válaszoljon valamilyen módon saját kérdésünk. What do you think? Is it? What is the? Mit mondasz, ki a válasz? Please give some idea. Definitely you have some idea, because you already was thinking about this. You had some. Biztos, hogy van valamilyen elképzelésed, mert hogy ez már foglalkoztat téged ez a dolog, hogy gondoltál el. Just relax, relax. Közvetlenül úgy gondolom, hogy lehet szolgálni Krisnát. Magunkon keresztül is, saját magunkon keresztül, mivel bennem van. I think that directly I can serve Krishna through myself because he is in me. Közvetlenül talán egy, a közvetlenül egyelőre. So it's directly, it's, for now it's like that, my husband. És közvetlenül pedig a multikon keresztül és a barátokon keresztül. Ez a közvetlen? Közvetlen. And indirectly we can serve him through the devotees and through the deities. That's what just came into my mind. Sadhu. Okay. Would we kind someone of you to reflect his answer? Well, like I said, I'm going to reply. Just what he said. Most arra mi kérdés, hogy most a közvetlen és közvetett szolgálatról, vagy emlékezésről van szó. Do we talk about direct or indirect service or remembrance? We should not multiply now the questions. We can clarify now his own answer. Krishna,
szaporodnak a kérdését, akkor tisztázod az ő válaszát. Often in this world there's problems for because of a lack of communication. Ebben a világban sokszor van probléma a rossz kommunikáció. Or proper communication. Ugye megfelelő kommunikáció hiányzik. What we try now is to learn how to properly communicate. Amit most próbálunk, az az, hogy próbálunk megtanulni, megfelelően kommunikálni. And the main thing with this communication is to listen carefully. És ennek a kommunikációnak a fő pontja a figyelmes hallgatás. If there is some even shortcuts, how to say, not proper philosophical points, this, we can clarify them, but first we have to be sure that we hear, understand the statement of someone perfectly. Szóval, hogyha valami, amivel nem értünk egyet, akkor mielőtt kijavítanánk, akkor először meg kell bizonyosodnunk arról, hogy megfelelően értettük meg azt a kijelentést. And if you notice, when we listen to someone, more loud in our mind, in our head is our mind. We have, okay, he said this, but I have this to say. Szóval, hogyha észreveszünk azt, amikor valaki más mond valamit, akkor az elménk az felerősödik, és akkor hangosabban mondja azt, hogy oké, ő azt mondta, de igazából én ezt gondolom. Try to ignore now the mind. És próbáljuk az elméről nem tudomást venni. Listen what others says. És próbáljuk meghallani, hogy mit mond a másik. Please, someone to reflect his answer. Valaki szeretne reflektálni az ő válaszát? Csak annyit, hogy végülis az odaadó szolgálatnak egy része az emberhez is. She's saying that remembrance is a part of devotional service. How this is connected with him? Hogy kapcsolódik ahhoz, amit ő mondja? Hát, mert itt a között volt különbség, hogy közvetlenül emlékezünk-e, vagy szolgáljuk. Közvetlenül, vagy közvetlenül emlékezünk-e, vagy szolgáljuk. Yes. Ez volt a kettő, amit a Pili mondott. És én ebből azt arra szerettem volna reagálni, hogy végülis az emlékezés, ez az oda, a szolgálatban benne van. Pili Mataji mentioned that she wanted to clarify the question if it was regarding service or remembrance. And she said that within service, remembrance can be found. That's all she wanted to add. Yeah. I can bring everything back. He had a question. We clarified the question. The question was, that what means to remember Krishna directly and indirectly? Szóval neki volt egy kérdésem, és tisztáztuk a kérdést. Az volt a kérdés, hogy mit jelent emlékezni Krishnára közvetlenül vagy közvetlenül. Just this simple question. Ez csak egy egyszerű kérdés. His simple answer. És az ő egyszerű válasz az pedig az volt, hogy? Was that he understand that he can serve Krishna directly. Remembering that Krishna is in his body, in his own body. Mondta, hogy közvetlenül tudja szolgálni Krishnát, hogy saját magát szolgálja, mert ő Krishna benne van. If I properly understood. Hogyha megfelelően értettem meg én. And to get that can serve Krishna indirectly by serving his devotees or other. És közvetve pedig úgy tudja szolgálni Krishnát, hogy a baktákat szolgálja, vagy a múltat. Now we need his confirmation. Was it right what I said according to your answer? Akkor szeretnék tőled visszaigazolást kérni, hogy ez volt a te válaszod, amit adtam a kérdésedre. Nem, a másik része. Nem szolgálni, hanem emlékezni rá. The second part that wasn't serving, but remembrance of the devotees. Okay. Remembering the devotees and remembering the deities. This is the way to remember him indirectly. Ez a módja annak, hogy akkor közvetlenül tudsz rá emlékezni. I use the word service, I'm supposed to use the word remember. Yeah, that's what I said. Thank you. Now, that was the idea. We have to clarify. Now, I misunderstood him.
Szóval akkor nekünk ezt tisztázni kell, most én is félreértettem. Now I, when I reflect his answer, he correct me, now I know what he mean. Most amikor én vissza igazolom felé, vagy visszamondom neki azt a választ, amit ő adott, akkor ő ezt ki tudja javítani, és meg tudja határozni az megértésünket. To understand now what is the purpose of our discussion. It's not that... Kezdtek megérteni, hogy milyen az egésznek a célja? Gradually we can clarify the point if something is, the statement itself is wrong philosophically, but first we have to understand our, what we mean, what is our, in our mind when we say something. Akkor lépésről fokozatosan meg tudjuk érteni a konkrét jelentést, de először meg kell érteni a kérdés megfelelő módon is a jelentésünket. I'm sorry if I look a little bit complicated. Sajnálom, hogy egy kicsit komplikáltnak, bonyolultnak tűnik. But it's complicated because we allow our mind to make it complicated. De ez azért bonyolult, mert az elménk azzá teszi. We just have to listen. Nekünk igazából csak hallgatnunk kell. In the same way, we can listen lecture, or read from the books. És ugyanilyen módon akkor tudunk leckét hallgatni, vagy csak olvasni könyveket. In association with others. A bakták társaságában. Because maybe you have this experience, maybe not, but at least the devotees who live in the temple and they have this experience. Lehet, hogy rendelkeztek ilyen tapasztalattal, lehet, hogy nem, de azok a bakták, akik a templomban laknak, ők biztos, hogy igen. We come every morning for Srimad Bhagavatam class. Jövünk minden reggel Srimad Bhagavatam leckébe. Someone sits here. Valaki felül ide a Vyasa szárnyra. And trembles. És remeg. With many papers like me. Sok ilyen papírra, mint ami nekem is van. And try to say something. És próbál mondani valamit. And to not be chastised after the class. És próbálja elérni, hogy ne szígyák a veled. And to ask some difficult questions. És ne kapjon túl bonyolult kérdéseket. And everyone else is sitting comfortably. És mindenki kényelmesen ücsörök. Now it's 45 minutes entertainment. Hogy akkor 45 percnyi szórakoztatás. Nobody will ask me anything. Senki nem fog semmit sem kérdezni. I just will listen about Krishna. Én csak fogok ülni és hallani Krishna. And you'll enjoy. És csak élvezni fogok. So nice class, Prabhu. Annyira csodálatos lesz a volt. Wonderful. Nagyon csodálatos volt. It's not necessary to sleep even. Még azt sem kell, hogy az ember elaludjon. We can give a pleasure to our mind by listening very let's see, high philosophy. Az elménknek nagy, magas szinten adhatunk ilyen örömöt, vagy érzékelégítést, hogyha ilyen emelkedett filozófiáról hallunk. Pastimes. Vagy kertelésekről. And very nice if someone knows also funny story. És az is, hogy valaki tud vicces történeteket mesélni. A little bit to give some salt on the lecture. Vagy ön néhányat ilyet el tud mesélni a leszke során. But at least Mataji and Darshan, they have this experience that after the class, Rupa Mati will come to them. De főleg a Matajiknek az asramban van ez a tapasztalatuk, hogy a leszke után jön Rupa Mati. And unfortunately, I still don't speak Hungarian. Aki még sajnos mindig nem beszél magyarul. And I will ask some of them, please tell me the essence of the lecture. És maga nekem felnőtt, kérlek, mondjátok el a leckének a lényegét. Because of that, when they see me, that I'm on the lecture listening here. I listen, doesn't matter that I don't understand. They tremble, they know I will ask after the class. Annak ellen így a leckének, vagy nem értem, de hogy akkor tudják, hogy hát már így remegnek attól, hogy leszke után meg fogom tudni kérdezni, mi volt a lényeg. And the good part of this is they really listen carefully. És ennek a legjobb része az, hogy igazából figyelmesen hallanak. And some of them are very nice trained. Már így elég jó képzést kaptak ebben. They systematically can present to me all the lecture, the entire lecture. Systematikusan visszatudod nekem mondani a leckéket. That's a good exercise for them, but I still I have to learn Hungarian. Persze, az a nagyon jó gyakorlat, de nekem attól meg kell tanulnom magyarul. But that's the difference. Passive hearing is not the same. But, I mean, passive hearing or reading will not give the same result, the desired result. A passzív hallás vagy olvasás nem fogja megadni ugyanazt a kívánt eredményt. Because we have two ears.
mivel nekünk két fülünk van. From one comes, from another goes out. Az egyiken bevegy, a másikon pedig kimegy. Real hearing means what we hear first remember. Valódi hallás, az azt jelenti, hogy amit hallottunk, akkor először is emlékszünk. Like if you listen to the morning Shinobagot in class, oh, there's few interesting points, but cannot remember all of the class, unfortunately. But with these few points, if we remember during the day. És akkor mondjuk van a reggeli Shinobagotom lesz, és akkor abban volt néhány fő pont, amire emlékszem, és akkor az fogok emlékezni a során. And this gives food for the mind. És ez megeteti az elmét. During the day, do not think about nonsense. Hogy napközben ne gondoljunk ostobaságokat. But to contemplate on these topics. Hanem próbáljunk emelkedni ezeket a témákat. And how they can help us to progress in our spiritual life. És azon, hogy hogyan tudnak bennünket abban segíteni, hogy fejlődést érhessük el a lelki életünkben. Simply said, how to find happiness. Vagy hogyha egyszerűen meg akarjuk mondani, akkor abban, hogy hogyan találjuk a boldogságot. And after a while we contemplate on these topics, the result supposed to be our heart to be changed. És miután elgondolkoztunk ezeken a témákon, akkor az eredménynek annak kell lennie, hogy megváltoztatnak bennünket. Our heart means our desires. Megváltoztatják a szívünket, ami azt jelenti, hogy megváltoztatják a vágyunkat. When our heart is changed, then that means that we really heard. Listened. Amikor változik a szívünk, az azt jelenti, hogy igazából hallottunk, igazából meghallottunk. Because our process, the main process of remembering Krishna directly or indirectly. Mert a mi fő folyamatunk az az, hogy megtanuljuk Krishnára, vagy közvetlenül. Is through chanting Hare Krishna Maha Mantra. Ez pedig úgy valósul meg, hogy énekeljük a Hare Krishna Maha Mantra. And the process is similar. És a folyamat az hasonló. We have to pronounce the words of Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna Maha Mantra-nak a szavait kell kiejteni. For this we use our lips and tongue and voice. Ehhez segítségünkre van a szájunk, a nyelvünk és a hangunk. We use our material body. Használjuk az anyagi testünket. Yeah, that's the fortunate thing that we have a human body and we can use it for this purpose. Ez a szerencsénk, hogy emberi testünk van és képesek vagyunk használni erre a célra. But unfortunately we have also mind. De sajnálatos módon szintén van egy elmünk. And we can chant Hare Krishna or pronounce the mantra, but our mind can be absorbed in something else. És lehet, hogy énekeljük a Maha Mantrát, vagy mondjuk ezeket a szavakat, de lehet, hogy az elmünk más dolgokban elmúlik. And why we'll chant and think, chant Hare Krishna mantra, but think for example of Prasad that is coming next. We chant Hare Krishna mantra, but we think about Prasad that is coming. Akkor lehet, hogy énekeljük a Hare Krishna mantra, de már igazából a Prasadon gondolkozunk, ami után jön. Or deeply and simultaneously deep in our heart, we desire just to sleep. Vagy hogy csak mélyen a szívünkben ott van az a vágy, hogy akkor igazából csak aludnánk. Okay, not to be so ignorant, but just we want to be out, associated with someone else. Persze nem úgy elmerjük a tudatlanságot, de csak el akarom menni, hogy másra tudjunk társulni. Then our calling for Krishna is not real. Akkor az, ahogyan mi hívjuk Krishnát, az nem valódi. To be potent, then the pronunciation of the words, the mind and the desires, they supposed to have one goal. Ahhoz, hogy felhatalmazást kapjunk, vagy legyen egy töltés, egy potenciál szavunk a szavaknak, vagy a mantrázásunknak, akkor az elmének a szavaknak, akkor egy pontban kell találkozni. This is like I was watching today how it's called this sport, Archery, yeah. Like if you have the bow in another one direction, the arrow in another direction, or call the arrow in this direction. I put in this direction the stream, and my power is in somewhere else. Then nothing will happen. Hogyha a nyilvesszőt abba az irányba tartom,
az íjat azt elfelé tartom, és az erőm valahol máshol van, akkor semmi eredmény nem lesz. But if the energy is on the stream that is pulling, the arrow is in proper direction, and all the weapon it's in the fixed in the goal, then at least it will go closer. Hogyha megfelelő irányba tartjuk a nyilvesszőt és az íjnak az idege, akkor a megfelelő módon fel van húzva megfelelő erővel, és koncentrálunk, akkor el tudjuk érni az eredményt. And even it's not very rare, but can be in the middle 10. És lehet, hogy ritkán, de hogy mindig a közepébe a tízes be tudunk találni. And now for a final thing, I won't disturb you anymore. But let's try together to repeat, to say once the Hare Krishna Maha Mantra. És most egy utolsó dolog, amire szeretnék megkérni benneteket, hogy együtt mondjuk a Hare Krishna mantrát közösen. And please try, we pronounce the words properly, very loudly. Hogy próbáljuk meg nagyon helyesen, nagyon szépen kiejteni ezeket a neveket, és akkor hangosan. We listen also to this sound vibration. Hallgassuk is ezt a hangvibrációt. In our mind, we think about Krishna. Az elménkben gondoljuk Krishnára. Because Maha Mantra is actually incarnation of Krishna. Mert a Maha Mantra igazából Krishna egy inkarnáció. Krishna himself. Krishna saját maga. And in our heart, when we pronounce the mantra, we desire Krishna. És a szívünkben, amikor kiejtjük ezt a mantrát, akkor próbáljuk Krishnára vágyni. We feel that it's slowly. Akkor lassan fogjuk csinálni. If you like, you can close your eyes. Hogyha szeretnétek, akkor becsukhatjátok a szemeteket. And please remember that it's said in the Shastra that everyone who pronounces Hare Krishna Maha Mantra associates with the Lord directly. És próbáltok meg emlékezni arra, hogy bárki, aki mondja az Úrnak ezeket a neveit, ezt a Maha Mantrát, akkor közvetlenül társul az Úrra. Just realize this fact. Try to realize this fact. Próbáltok ezt megtapasztalni a szívetekben. With all your heart, please. Tegyétek bele minden szívetekben. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just one second. Thank you very much. That was all for me. If you have some correction, you are awake. Welcome. Hogyha van kijavításotok, akkor kérdezzétek meg. Maybe you want to share some experience. Hogyha valaki meg akar összen tapasztalatát. Yes, no. Csak a Mata Zserdén nagyon rövid és nagyon érthető választ a Prabhu kérdésére, az, hogy mit jelent közvetve és közvetlenül emlékezni Krishnára. If you could just please give a very brief, short answer to the Prabhu's question of what it means to remember Krishna directly or indirectly. According how I understood. Azt szerint, hogy én megértettem. As far as I understood, directly means to directly remember Krishna Shyama Sundar. Közvetlenül azt jelenti, hogy emlékezni Krishnára Shyama Sundar formájában. His beautiful human-like form. Csodálatos emberszerű alakjában. And everything else connected with Krishna means, if we remember, means to remember him indirectly. És minden, amivel kapcsolatban van Krishnával, azon keresztül pedig közvetve tudunk emlékezni rá. Like we remember his pastimes, his abode, his associates. Hogy emlékszünk a kerteléseire, a lakhelyére, a társaira. His food. Vagy az ételére.
for me very simple. I cannot quote Shastra about this. That's what I how I understand this. Ez egy nagyon egyszerű dolog, nem tudok éppen szentírásból idézni, de, de ez azért megértés. I'm sure you know more than me. Biztos többet használom. Valami más? Okay, thank you for your tolerance. Köszönöm, hogy elviseltetek. And I can suggest everyone, you can try to read Bhagavad Gita with your friends or relatives at home. Just 15 minutes a day will give you very, very deep experience. Javaslom nektek, hogy próbáljátok ki, hogy legalább naponta 15 percet a barátaitokkal vagy rokonaitokkal együtt olvassátok a Bhagavad Gita-t, egy nagyon mély tapasztalattal fogja nektek megállítani. Just remember, spiritual life is not passive. Csak emlékezzetek arra, hogy a lelkélet az nem egy passzív dolog. És sok szerencsét kívánok hozzá. Csak. Sok szerencsét. Szerencsét. Jó, or sok siker. Csak. Thank you.